Városunkban minden évben kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik a hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetünket. Dr. Pergere Elza, a szociális területekért felelős alpolgármester köszöntötte a szépkorúakat a Városházán, ahol az idősek világnapja alkalmából elismeréseket vehettek át azok a nyugdíjasok, akik aktív közreműködésükkel hozzájárultak az idős klubok egyesületek működéséhez. Az ezüst emlékérmet 10-en kapták meg. Az idei ünnepség a koronavírus terjedése miatt rövidebb volt. Mi is nagy dilemmában voltunk, hogy ünnepeljünk-e, vagy hogy ünnepeljünk, mert ezt sokkal nagyobb keretek között szoktuk megtartani, ezt a díjátadást, és műsorral is szoktunk kedveskedni. De hát sajnos most éppen az a helyzet van, hogy Győr-Moson Sopron megye, Győr a fertőzöttebbek egyike, vagy a legfertőzöttebbek, mondhatnám, a főváros után, és ebben az időszakban nagyon nehéz a kommunikáció, nem mindenki aktív az elektronikus területen, és ezekhez az idősebbekhez kicsit nehezebben érünk el, de pont ezért jó ezeknek az egyesületeknek és a kluboknak a léte, mert ők látogatják egymást, segítik egymást. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy az önkormányzatnak azért van könnyű dolga, mert Győrben segítőkész aktív nyugdíjas egyesületek és klubok tevékenykednek. Nagyon élénk a nyugdíjasok élete, és nagyon sokat segítenek nekünk. Az idősügyi tanácson keresztül véleményezik a munkánkat, jó tanácsokkal látnak el bennünket, szervezik a programjaikat, amin a város is többször vesz részt, és azt gondolom, hogy egy nagyon harmonikus együttműködésben vagyunk, ami fontos. Nem csak a fiatalok, nem csak az aktívak, hanem az idősebbek is a város létéhez, életéhez tartoznak, és az ő jó közérzetük számunkra éppen olyan fontos, mint bárki másé. Többi között díjazták Csendes Mihálynét, aki a Szabadhegyi Nóta Klub aktív nyugdíjasa. Nagyon sokat énekelünk, és összejövünk havonta. Ott hát vagyunk most már bizony 70-en, és mindenki felkészül egy-egy nótával, kettővel, ha úgy gondolja, éppen három nótával, és ott kiáll a többiek elé, és ezt nagy lelkesedéssel elénekeli. És mi különösebb programokat nem szervezünk, nekünk az éneklés az a profilunk. És én több nyugdíjas klubba beszélgettünk, nem tudok elmenni, mert én időseket ápolok a mai napig. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Az idősödés a 60. évben kezdődik, az időskort 75 éves kortól számítják. A WHO szerint 2000 és 2050 között a világ 60 év feletti népességének aránya 11-ről 22%-ra, lélekszámuk 605 millióról 2 milliárdra nő.